Először edzhettek a szekszárdi utánpótlás nevelő futballklub játékosai a felújított, kisméretű műfüves pályákon. A küzdőtereket az UFC különböző korosztályú játékosai napi szinten használják, ezért régóta várták már a 10 év átadott pályák felújítását. Számukra az nagyon fontos, hogy minél többen legyenek, akik a futball mellé állnak. Egyébként alapvetően valamivel több mint 500 fő a Szekszárd UFC által foglalkozásain résztvevő gyerekek, kislányok és felnőttek száma. A most felújított műfüves pályák mellett a szekszárdi UFC szakemberei a város több óvodájában is hasonlóan jó körülmények között igyekeznek minél fiatalabb korban felfedezni a tehetséges gyerekeket. 6 óvodában tartunk ovifoci foglalkozást. Azért szeretnénk minél előbb elhalászni a gyerekeket a foci számára, de természetesen nem vagyunk önzőek, mert tudjuk, hogy nem lesz mindenkiből futballista, és nem marad mindenki meg a foci mellett, de az egy fontos dolog, hogy elkezdjen sportolni. A két pálya felújítása 15 millió forintba került, ám a munka ennél jóval kisebb mértékben terhelte meg a szekszárdi önkormányzat költségvetését. A pénz nagy részét ugyanis a TAO támogatási rendszeren keresztül környékbeli vállalkozások biztosították. Ahhoz, hogy az UFC már óvodás korban jelen lehessen a szekszárdi gyerekek mindennapjaiban, nem csak elhivatott edzőkre és szakmai stábra van szükség, hanem a helyi önkormányzat folyamatos fejlesztéseire is. Az elmúlt években ugye az óvodákban, az iskolákban folyamatosan építettük a műfüves pályákat, de természetesen a szekszárdi labdarúgásnak vagy a sportnak a központja az itt a sportterepen található, és itt van ugye két kisméretű és egy nagyméretű műfüves pálya, úgyhogy ha az óvodások elkezdik a labdarúgást, aztán iskolában folytatják, végén majd itt fognak kikötni. A két műfüves pálya élettartamát a szakértők 10 évvel ezelőtt a megépítésükkor 8 és 12 év közé satszolták. Az új műfű borítás tehát időszerű volt, de nem csak ezt és azt a több száz igazolt játékos szem előtt tartva mondható a fejlesztésről, hogy a helyi közösséget szolgálja. A műtepet ugyanis a sportkedvelő amatőrök is egész évben koptatják. Rengeteg olyan sportmérkőzés volt itt, például országos diákolimpiai döntőt rendeztünk, a katasztrófavédelem országos, illetve regionális sport napját, a Magyar Államkincstár sportnapját, úgyhogy lehet azt mondani, hogy ezek a pályák, amikor csak a idő engedi, akkor használatban vannak télen-nyáron, hiszen a téli időszakban a havat is lekotorjuk róla, akkor jóformán ez a két kicsi, illetve a nagy műfős pálya az egyetlen terület, amit ez is lehet használni.